izomozás ott tart, ahol mondjuk másfél-két hét után tarthat, akkor ennyit tudnék erről mondani. Kirendeltük a szakértőket, a Bűnügyi Szakértő és Kutatóintézetet. Több tanúkihallgatást is végeztünk már. Az, hogy nyilván mindenkit az érdekel, hogy mi az oka annak, hogy egy apa a saját gyerekei ellen fordul, ezt ma én hitelesen nem tudom önöknek megmondani. Lehet, hogy a nyomozás végén sem. De az biztos, és ezt most nem azért mondom, hogy megírják. Higgyék el, hogy 33 év után is megdöbbentő egy ilyen helyszín. Tehát 33 évi rendőri munka után is az ember meg tud rendülni egy ilyen helyszínen, ahol ott van két, egy 3 éves és egy 6 éves gyerek. A hölgyeket nem tudom az életkorukból következően, de akinek van saját gyereke, az tudja, hogy életem értelme a gyerek. Úgy szoktam fogalmazni, hogy azt tanították az iskolában Fazekas Mihály, hogy élete főműve a Ludas Matyi. Lehet, hogy más nem is írt. Én is azt szoktam mondani, hogy a lányunk életem főműve. Megdöbbentő egy ilyen helyszín. De az, hogy ez miért következett be ez a tragédia, ezt ma hitelesen megmondani nem tudom. Lehet, hogy a nyomozás végén igen, de ma még nagyon korai lenne arról beszélni, hogy az apa miért fordult a gyerekei ellen. Ezt tehát már akkor kész tényként kezelhetjük, hogy az apa fordult a gyerekei ellen. És megalapozott a gyanúja annak, tehát hitelesen, jogszerűen, én azt tudom mondani, megalapozott a gyanúja annak, hogy az apa bűncselek, emberülés, több emberen, 14. életévét be nem töltött személyeken elkövetett emberüléssel gyanúsítható. Ez a hiteles. Tehát a bíróság mondhatja ki azt, hogy vagy majd mi, hogyha megszüntetjük a nyomozást az elkövető halála miatt, de ma azt mondhatom, megalapozott a gyanúja annak, hogy az apa az elkövető. Tehát hangsúlyozom még egyszer, megalapozott a gyanúja annak. Én nem állítom, hogy az apa a gyilkos, azt én nem tehetem, de megalapozott a gyanúja annak, hogy az apa ölte meg a két gyermekét. És saját magával? Tehát az apa, ő saját keze által volt, vagy pedig elképzelhető, hogy... Nem, a mi adataink szerint nem képzelhető. Tehát én olvasom, én mazohista módon időnként olvasok újságot, nézek televíziót, hallok ilyen híreket, de ezt azért most tisztázzuk, hogy nincs olyan adatunk, amely adatutalna, hogy az apából valaki más végzett volna.